Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon ma február 1-én. Február 1-én, méghozzá egy spontán kirakással. Mit gondol, mit érez a lélektársad, és mi a meglehető következő lépése? Elhoztam nektek ezeket a nagyon szép Lenormand kártyákat, és mielőtt persze a kártyákat keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed, és élvezd a hegyi kristály hangtál rezgését, hangolódj egészen a kirakásra, hangolódj a te témádra, a te helyzetedre, ami most nagyon fontos neked, amit tudni szeretnél, és küldd el gondolatban a kérdéseket. Na és hogy megy tovább, hogy alakul tovább? Nézzük. Hogy alakul tovább? Hát, blokkírozva van, hát akármit mondok, vagy akárhogy nézzük, itt valahogy nem megy tovább. Valami van itten, hogy nem megy tovább, valami fékezi. Kérdezd meg önmagad, lehet fékezette, vannak benned valami dolgok, amivel... hát amivel ezt valami ellentétek, amit te benned lehet, benne van, amivel nem tudod bevonzani, lehet, hogy azt gondolod, nem vagy szép, nem vagy jó, nem vagy méltó, stb. Nem vagy szerethető, nézd meg önmagadban, mit gondol te rólad, vagy mit gondol, ha rád gondol. A mély érzést, az érzés, a vonzalmat szintén érzi, mint ahogy látod, itt van a vonzalom nála, látod, a vágy, a sóhaj, a vonzalom, a mély érzés, a kívánság, hogy a kívánsága valóra váljon, de, mint ahogy látod, itt ezek a gondok, az aggodalmak, a félelmek, az álmatlan éjszakák, mert azon töri a fejét, hogy hogy lesz, milyen lesz a komoly kapcsolat, lehet ebből komoly kapcsolat, lehet ebből házasság. Ezen töri a fejét, és nem tud aludni rajta, hogy annyira ez tényleg levonza, mert a szívébe érzi tényleg, hogy itt vagy te a szívébe, és nagyon-nagyon szeretne téged meghívni, megismerni, randizni, találkozni veled, romantikát átélni veled, hát nagyon, de tényleg nagyon, mint ahogy látod, itt van neki, de úgy érzi magát, hogy egy zsákutcába jött, vagy egy labirintusba jött, és ebből nem talál ki, ebből a zűrzavarból, mert érzi, egyik részből érzi, a másik részből persze az aggodalmak, a gondok, és akkor ez benne egy feszültséget okoz, és nézd, hogy alakul tovább. Hát igen, itt van a szerencse, itt van, és az új kezdet is itt van. Szintén a szerencse egy kicsit a fején áll, az azt jelenti, hogy úgy nem alakul, ahogy kell, vagy nem tudja, hogy vagy mint, hogy is tudja ezt létrehozni, de még ehhez kellenek nekik info, még oda kell még, hogy jobban nézzen, meg kell, hogy nézze, hogy vagy mint, de látod még itt a maszkot hordja, de maszka is most már lassan a fején áll, az azt jelenti, hogy le fogja tenni, előbb vagy utóbb le fogja a maszkot tenni. Mit üzennek a többi kártyák őnekik? Nézzük meg, mit üzennek a kártyák őnekik? Mit üzennek a kártyák őnekik? Őneki? Igen, a türelem. Nyugodj, lazulj el, a te éged, a te eged most ez a pillanat. Hogyha össze akar kötődni az égiekkel, akkor a te eged most a pillanat. Azt mondják a kártyák, valamint kérünk még egy tündér üzenetet neki. Három is kijött, hát ez ám igen. Kijött neki, hogy ha a te szíved fázik,
akkor sírok. Engedd, hogy fölmelegítsen a napfény. Az ég benned van, csak a gondolatod az, hogy a felhők gátolják a te lát, hogy lássad. A felhők azok a gátlás, hogy te lássad, hogy te vagy az ég. Hogy benned minden megvan, azt jelenti ez a kártya. És az idők után is, hogy mély köszönettel auch nach Zeiten der tiefsten Dunkelheit, várjatok csak egy percre, auch nach Zeiten der tiefsten Dunkelheit und der eisigen Kälte folgt wieder Licht und Wärme. A sötétség és a mély hideg vagy a fagy után is biztos, hogy a fény és a melegség következni fog. Ez az üzenet neki. Megnézzük, melyik angyal kíséri még. Kérünk egy üzenetet. Erre húzok egyet neki. Melyik angyal van az oldalán? A nyugalom. Vegyél magadnak nyugalmat és figyelmet. A nyugalomon keresztül csendes leszel, és új erőt fogsz kapni. Mély lelki nyugalom és boldogság fogják a szívedet eltölteni. Holnap szintén portálkapu nyílik, hogyha most már nyugtalanok vagytok, érzitek, akkor tudjátok, hogy miért. Remélem, ez tetszett nektek, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg a videót. Nagyon sok szeretettel búcsúzok tőletek, és nagyon-nagyon szép hétkezdetet kívánok nektek. Sziasztok, Valéria!